Ezen a több mint 1400 négyzetméteres területen működik majd a biozöldség és gyümölcsfeldolgozó Tiszalökön. Az építkezés és a projekt teljes költségvetése valamennyivel több mint 938 millió forint. Ennek 50%-át nyerték el a vidékfejlesztési operatív program pályázatán. Így mintegy 470 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott a Grape-Stone Press Kft. Egyedi gyártású üzemük építéséhez. Az egyediség azt jelenti, hogy mi a gyümölcs egészében gondolkodunk, ami azt jelenti, hogy nem csak a gyümölcslé és a gyümölcspüré lesz a termék, hanem az adott gyümölcs, például a meggyet teljes egészében feldolgozzuk, a gyümölcspüré kívül a maghéj, a biomassa kazánban fogjuk eltüzelni, a mag belsejéből kozmetikai ipar számára gyártunk értékes hidegen sajtolt olajat, míg a gyümölcshéjból extrakciós, organikus alkoholos extrakciós eljárással flavonoidokat fogunk kinyerni, amit visszatesszük a gyümölcspürébe. Az üzemben almából, megyből, paradicsomból és céklából készült biogyümölcsleveket, pépeket, püréket és gyümölcsízt készítenek majd. A tervek szerint az árbevételük 80%-át az export teszi ki, nem csak a hazai piacra termelnek. 4 kontinens 40 országába szeretnék szállítani majd termékeiket, a nyugati piacon ugyanis hódítanak a biokészítmények, emelte ki Szuhóczki Gábor. Az üzem építését hosszú évek munkája előzte meg. A Kft. Azért szeretett volna Tiszalökön építkezni, mert a környék gyümölcstermesztő vidék, valamint a régiónak nagy tapasztalata van a rezisztens fajták termesztésében is. Az üzem létrehozása 31 munkahelyet teremt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is az egyik legfontosabb dolog a munkahelyteremtés, hiszen cél az, hogy olyan gazdaságpolitika legyen az országban és a megyében, hogy elérjük a teljes foglalkoztatottságot. Itt ebben a megyében, ebben a térségben még magasabb a munkanélküliség, mint az országos átlag, de hál' Istennek itt is 6-7% körül van, és egy ilyen beruházás, amely tulajdonképpen a feldolgozóipart erősíti, 31 új munkahelyet teremt gyümölcselőkészítésben, tulajdonképpen szakképzettséget sem igényel, hanem a munkafolyamatokra kell betanítani az embereket, ez egy nagy lehetőség. Szabolcs megyében jelenleg átlagosan 3,5 és 4% között van a munkanélküliek aránya. Tiszalök és környékén ez viszont mintegy 7%. Ennek javítására 570 millió forintos támogatásból alapinfrastruktúra fejlesztések indulnak a településen, közműveket építenek ki, hogy ennek hatására egyre több befektető érkezzen a városba. A feldolgozó üzem nagyban segíti majd a településen élő munkanélküliek helyzetét, erről Tiszalök polgármestere beszélt. De nagyon fontos, hogy az önkormányzat a feltételeket biztosította a mindenkori érdeklődőknek, akik Tiszalökön szeretnének céget vagy munkahelyet létesíteni, és több év előkészület után jutottunk el odáig, hogy itt egy nagy projektnek nevezhető beruházás kezdődik el, vagy hát a földmunkákból már lehet látni, hogy elkezdődött. Nagyon sokat jelent, hiszen azért az országos átlagtól még rosszabbak a mutatóink a munkaerő piacon. Nem csak közvetlen, hanem közvetett módon is munkahelyteremtő a mostani beruházás. A környéken élő, mezőgazdasággal foglalkozó családok is profitálhatnak majd a biozöldség és gyümölcsfeldolgozó üzemből.